Kedves nézőim, nagyon hozzám nőtt ez a sapka, de talán azért is, mert imádok készülődni az ünnepekre, nagyon szeretem a meglepetéseket, gyerekkorom óta várom a Mikulást, és az adventi időszakot arra használom, hogy díszbe öltöztessem a szívem. Most egy kicsit nézzük meg, hogy milyen is az ünnep, hogyha esik a hó, vagy amikor csokoládék között kell válogatnunk, hogy mi minden is kerüljön a Mikulás zacskóba. A Csokoládé Múzeum hozott meglepetéseket, azaz maga a Csokoládé Múzeum alapítója pedig itt van nekünk meglepetésként. Üdvözlöm Önöket! Én is üdvözlöm, és hát nagyon-nagyon köszönjük, mert nekünk most olyan érzésünk van, mint hát majd... Itt a Csokoládék tárháza van most. Akkor kezdjünk el beszélgetni. Csokoládé. Sokan azt se tudják, hogy miből is van a csokoládé. Miből van? Hát igazából én elhoztam most egy igazi kakaobabokat, különböző érettségi fokba. Ilyen egy kakaobab? Igen, ez egy kakaobab, ez egy gánai kakaobab, ez még zöld, ez sárga, és ha teljesen megérik, akkor... Akkor piros lesz, igen, és ezek a magjai. Egy ilyen termésbe, tessék, vegyék ki egy marékkal, Júlia. Ezek a magok ülnek a pulpa nevű fehér húsába. Egy ilyen termésbe 20-30 szem mag van, egy fehér pulpa nevű belső húsa van, és ebbe ülnek a magok. A fa törzsén teremnek ezek a magok, és levágják, majd egy macséta késsel fölcsapjuk, és kiszedjük a magokat. Majd pálma levelekre van terítve, a legősibb hagyományok szerint természetes fermentálódása kezdődik el a kakaobaboknak. Hát ezt nagyon köszönjük, mert biztos, hogy nagyon sokan nem láttak még kakaobabokat. És ez a szárított változata a fermentálódás után ilyen nagy szárító asztalokra van kihelyezve, és alulról felülről olyan, mint a te asztalod, ilyen szárítós asztal, és akkor kiszáradnak a kakaomagok, és akkor ez kerül 50-60 kilós zsákokba, nagyon ritka szövésű zsákokba, és úgy szállítódik be Európába a csokoládé üzemekbe. És az az érdekes, hogy így még nincs meg az a jellegzetes illata, mint amikor már felhasználás. Hát a pörköléssel javítódik az íz és az illat is, és hát tulajdonképpen a Csokoládé Múzeumban először a vendégek úgy mindig nézték, és úgy nagyon meg akarták kóstolni, és akkor utána rendeltünk Gánából forest kakaobabokat,
és a forró csokoládé előtt kínáltunk, az íz élményhez hozzá tartozik, hogy akkor az igazi kakaóbabot is le lehet kóstolni, hát megesszük a magyarót, mandulát, diót, mindenféle csonthéjasokat, hát a kakaóbabot miért ne? Arra azért rájöttünk, hogy a magyar vendégnek ez talán nagyon keserű, nagyon savanyú, és akkor az édes forró csokoládé előtt kínáltuk, és aki végképp tiltakozik, hogy nem szereti az édcsokoládét, azzal is, annak is megpróbáltuk segíteni, annak egy ilyen fehér forró csokoládét adtuk, forró tej, és a fehér forró tejben elkeverte a fehér forró csokoládét, és egy ilyen krémes forró csokoládé lett, és meglepődve még utána még több szemet is akart kóstolni. És akkor erre rájöttünk, hogy ez igazából ízlik az embereknek, és nekem van egy nagyon komoly tudományos gyűjteményem és tanulmányom, hogy 150 évvel ezelőtt már patikákba kezdtek árulni a csokoládét, kedélyjavító, roboráló szerként, és nagyon sok ilyen régi csomagolásom is volt, és hát a maga az élelmiszerek elsilányulása, sajnos ez a mai korunk egyik óriási problémája, hogy nagyon szép gyümölcsöket, zöldségeket veszünk, csak üres élelmiszereket vásárolunk. És pár évvel ezelőtt a Bruce Lee intézet kifejlesztett Amerikában, hogy igazából az élelmiszerekben meg lehet mérni az órák értéket, ez egy új mértékegység, méter, centiméter, kilométer, ez az órák mértékegység. Az élelmiszerekben meg lehet határozni, hogy természetesen mennyi antioxidáns van, és hát lámlőn az igazi ebben a natúr kakaóbabban 100 g-ban van 25 ezer orakérték. Az nagyon magas, nagyon mert magas. Egy érett almában 150. Igen, és mindig szoktam mondani, a kis guruló spanyol paradicsomot, olyan kis helyes, olyan vegyük meg, olyan kis gurulós a tányéron, és 187. És hát, a gránátalmának már és akkor növekszik, a Csokádi Múzeumban nagyon nagy érdeklődés volt erre, és kóstolgatták a vendégek. Tehát akkor ez az egészséges csokoládé? Igen, és hát, hogy azért mégis ez fogyasztható legyen, és ne legyen nagyon keserű, úgy döntöttük, tessék parancsolni, ezt egy 60%-os étcsokoládéval bevontuk. Tessék kóstolni, én is kóstolom. Jó. Ne legyenek ez... nagyon irigyek. De ez most hasonlít is a kakaóbabra, tehát formája, mintha egy... Igen. Körülbelül 2 milliméter csokoládé réteg van rajta. Igen. És ennek a különlegessége, hogyha étkezés előtt megeszünk 2 szemet, 3 szemet, és megiszunk 3 deci natúrvizet, vagy mindenféle ízesítés nélkül finom glória teát, akkor a vizes környezetbe szívódik föl a gyomrukba, akkor szinte 100%-osan az antioxidáns is felszívódik. Most a különlegessége ennek, nagyon finom és hogyha ez folyamatosan étkezés előtt elfogyasztunk 2-3 szemet és megiszunk egy pohár vizet, egy hónap után az élelmiszer beviteli igényünk elkezd csökkenni. Tehát azért kezdünk el fogyni, hogy csokoládét eszünk. De jó! És egyszerűen egy hónap után már 10-20%-ot is el lehet érni, hogy egyszerűen abba kell hagyni, és le kell tenni az élelmiszert, nem tudunk többet tenni. Én saját magamon kipróbáltam, én 10 kilót adtam le. Akkor most még egyszer, tehát akkor ez nem csak egy egyszerű fekete csoki, hanem belül mi van benne? Egy frissen pörkölt gánai forest kakaóban. Én nem tudom, hogy ezt önök látják, én megpróbáltam, itt van egy olyan, ahol hiányzik egy részen a csokoládé. Hát itt van egy mag, én így mellé teszek. Jó, akkor itt most már 2 dolog van, ez kívülről csoki, és ott belül látják a magot, és amit pedig az előbb Elemér úr mutatott, az pedig ez. Tehát egy ilyesmi van bevonva gyönyörű, csillogó, fekete csokival. Nagyon szépen köszönjük. Hát most már nagyon sokat tanultunk. Tudjuk azt, ez a legfontosabb az egészben, hogy a csoki egészséges, a csoki. Lehet egészséges, én így mondom. Mert jó, hogy azért vigyázzunk a minőségre? Hát a minőség az nagyon fontos, és itt a bizonyos üzlethálózatok azért nagyon jelesek a tranzsír tartalmú csokoládék forgalmazásába. És hát hál' Istennek a kormányunk megszavazta, hogy 2%-ra jövőre le kell vinni a tranzsírokat a élelmiszerekbe, és hát sajnos van olyan csokoládéban, amiben 5% van. És hát ezek a tranzsírok sajnos
bizonyos transzsíroknak a olvadáspontja magasabb, mint a testhőmérsékletünk. Ez megér egy külön a műsort, aki erről... Tehát szépen lerakódik, és ott marad hát, az ha ez valaki halán. Érdeklődik, akkor a Csokhárdi Múzeum a januártól szerdánként én erről tartok 18 órakor egy tudományos előadást, ez ingyenes, de megint a Facebookon kell jelentkezni. Hát az természetes. És várjuk szeretettel, hogy hogy is lehet a csokoládé az étkezésünkben egészséges. És hát nagy kedvencünk még a konyakmegy. Ajaj, és hát ajaj, tudom, hogy magyar ember konyakmegy nélkül. Tudom, hogy te is nagyon szereted, ez egy kézzel készült konyakmegy. Legalább 3 hónapig áztatjuk finom konyakban a megyszemeket, és akkor kéz, be van fondanttal mártva, utána csokoládéba, roppanós finom csokoládéba, és utána a fondant a megylé és a konyak hatására felolvad. És ez lesz a folyadék a konyakmegyben. És hát ez nem hiányozhat. És látom, hogy a formája is az igazi klasszikus, amit mi szerettünk, hogy arany, csomagolásban, és amilyennek én már gyerekkoromban imádtam. Még erről beszéljünk, mert itt egy egészen különleges csokit láttam. Ez a fejedelmi táblás csokoládéknak, Rákóczi fejedelmi csokoládéknak egy madagaszkári ültetvényről származó 67% kakaó tartalmú táblás csokoládé. De ez valami csodaszép. Igen, hát a mai piac kínál egy ilyen túl dekorált, túl ízesített csokoládékat, és mi úgy gondoljuk, hogy a csokoládét a csokoládéért kell megvenni, és ez egy nagyon finom ércsokoládé, 67%-os. Szeressék a csokoládét! Jó egészséget kívánok, szeretettel várjuk Önöket a Csokoládé Múzeum programjain, és ha szeretnének a csokoládé tesztelőink lenni, akkor jelentkezzenek a Facebook oldalunkon. Én legszívesebben így magam elé venném, és így egymás után harabdálnám, de nekem majd megmarad ez a finom, magas urakértékű, antioxidáns tartalmú, finom fekete csokoládé. És egészségünkre!